Sziasztok! A mai videót azzal kell kezdenem, hogy hát bocsit kell kérnem már előre, mert szerintem óriási hangzavar lesz a videónk felvétele közben, mivel most 3-4 héten keresztül felújították a házunknak az elejét, ezzel most végeztek, újra szép tisztaság volt az utcánkban, a házunkban, nem voltunk átjáróház, na hát ezek után ma hazajöttem, a Lióval ráadásul, persze hát kivel mással, és az egész utcánk fel van bontva, nem lehet sétálni, mindenhol szögek, kosz, teljes káosz, úgyhogy újra óriási hangzavar van a házunk előtt. Nem tudom ebből mit fogtok érzékelni, de remélhetőleg semmi, csak gondoltam, hogy előre szólok, hogyha furcsa hangot hallatok, akkor az nem a lakásból valamilyen furcsa zaj, hanem igazából megint csak az, hogy bontják az utcánkat. Na hát itt YouTube-on még nem volt alkalmam megköszönni nektek azt a mérhetetlen kedvességet, szeretetet, jó indulatot és hozzáállást a múltkori videómhoz. Tényleg óriási nagy gyomorgörcsel és pillagokkal a hasamban kezdtem el a videót. Egyébként nem értem, hogy miért, mert nem történt olyan radikális dolog, vagy így értitek. Csak úgy voltam vele, hogy szeretnék nektek is segíteni, szeretnék úgymond tiszta vizet önteni a pohárba, és hát annyira sokan nyitottak ezzel a témával kapcsolatban, hogy úgy voltam vele, hogy igazából erről senki sem szeret beszélni. Egyébként nem értem, hogy miért, mert nincs ebben szerintem olyan sok vagy olyan nagy dolog. Úgyhogy a mai videóban meg fogok mutatni az orrműtétemnek azt a fázisát, amit igazából soha senki nem mond el, és nem is mutat meg, pedig ez lenne a lényege, mert egyébként ha ezeket én tudtam volna, akkor lehet, hogy egy 5 évvel ezelőtt olyan nagy mellénnyel nem vágtam volna bele. Kezdjük is azzal, hogy gyerekként, illetve tinédzserként sem jártam fülorgégésznél, szóval soha semmilyen fülorgégész nem látta előtte az orromat, és nem volt sosem nagyobb problémám se repülésnél akár, se búvárkodásnál, se attól, hogy mondjuk, hogy nagyon érzékeny lett volna a fülem, hogy mondjuk húzott kapott volna, nem voltam akkor még orrcseppfüggő se. Szóval úgy kerültem doktor ezek ödönhöz, hogy még előtte sosem találkoztam fülorgégésszel, és nem is nézték meg, vagy nem is állapítottak meg róla semmit. És az első kérdés az az volt, hogy egészen ideig én hogy kaptam levegőt, és kérdeztem, hogy ezt maga miért kérdezi? És kértek el, hogy az orrsövényem 90%-ban volt elferdülve, ami azt jelenti, hogy szinte alig kellett volna levegőt kapnom, és az egyik orrsövényemen szinte egyáltalán nem. És én mondtam, hogy egyébként egyáltalán nem éreztem semmit, nem volt bedugulós az orrom, nem éreztem olyat, hogy nem kapok elég levegőt, szóval valószínűleg vagy egy velem születendő dolog ez, hogy orrsövényfeldülésem volt, vagy pedig olyan szépen lassan alakult ez ki, hogy igazából ezért nem vettem észre, hogy mi történt, és ezért mondta a doktor, hogy mindenféleképpen ajánlja a műtétet, és úgymond, ha már szeretnék plasztikailag hozzányúlni, ezért mindenféleképpen szeretné helyreállítani ezt a helyzetet, és mondtam, hogy hát persze, hát hogyha azt mondja, hogy ez fontos, akkor na ne vágjunk bele, és miután megbeszéltük úgymond az egészségügyi részét, utána tértünk át arra, hogy akkor ténylegesen akkor nekiállunk úgymond külsőleg is megfaragni, vagy megszabni a dolgokat, és akkor mondtam neki, hogy igazából én nem várok el nagy csodákat, én nem szeretnék Jennifer Lopez lenni, én nem szeretnék tényleg senki sem lenni, vagy valakinek az orrát megkapni, én csak azt szeretném, hogy olyan legyen, amilyen régen volt szinte gyerekként, és ezért igazából vissza kellett rakni így a helyére az orromat, mert elképesztő módon ilyen durván ferde volt, de majd ide rakok egy képet, hogyha az előző videót esetleg nem láttátok volna, vagy ide felteszem azt, hogy milyen volt az előző videó, hogyha esetleg arról lemaradtatok volna. Szóval a lényeg, hogy a legfontosabb az volt számomra, hogy ténylegesen legyen valamennyire szimmetrikus, mondtak, hogy nyilván ez már nem lesz 100%-os. Én mondtam, hogy ha csak tényleg 70 vagy 80, nekem az is elég, csak tényleg az, hogy tudjak a kamerával tényleg szembeállni, és úgymond érezzem azt, hogy van önbizalmam, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy én nekem, akinek szinte mindig volt. Állandóan csavargattam a fejemet a kamera előtt, és nem mertem belenézni, szóval tudtam, hogy ezen mindenféleképpen változtatni kell. Na és akkor ezek után ugye megvizsgált, megnézegette az orromat ugye előről, hátulról, oldalról, mindenfelől, és készített rólam egy képet, és egy ilyen Photoshop technikával megmutatta, hogy mit lehet elérni ebből az orrból, vagy én mit szeretnék, úgyhogy igazából egyeztettünk azzal kapcsolatban, hogy tényleg mi a kívánságom, és hát az igazság, hogy azt mondta a doktor, hogy nincs akkora problémám, mint amekkorát én látok, és ő egyébként nem is olyan szívesen csinálná meg, inkább csak egészségügyi okokból, úgyhogy gondoljam át mindenféleképpen, hogy ezt én szeretném-e. Én akkor mondtam neki, hogy én nagyon-nagyon szeretném, és igazából már időpontot is szeretnék kérni, ha lehet,
és folyton csak azt szajkózta, hogy szerinte ez nem annyira fontos úgymond plastikai szempontból, inkább egészségügyileg, és ugye mivel egy világverseny előtt álltam, azt mondta, hogy térjünk vissza, hogyha hazajöttem. De nekem pont az volt a célom, hogy ott legyek tökéletes, ezt értem úgy, hogy nagyjából tökéletes. Viszont úgy távoztunk, hogy nem adott a doktor úr időpontot, hanem hogy gondoljam át, beszéljem meg az anyukámmal, mit gondol róla, belefér az időnkbe, belemerjünk-e ugrani, és hát végül is anyukám segített nekem abban, hogy azt mondta a doktornak, hogy itt vált a gyerek eldöntötte, nagyon szeretné, és egyébként elképesztő módon félek, nem is az orvosoktól, inkább a tűtől, a fájdalomtól, olyan a fájdalom küszöbön, tényleg nagyon-nagyon kellemetlen vagyok, mint egy pillangónak. De egy vérvétel számomra egy teljes kálvária, és nem azért, mert annyira tényleg egy ilyen kis óvodás vagyok, hanem nem tudom, mennyire látjátok majd így videón keresztül, de hogy így nem nagyon vannak vénáim, tehát hogy így nem látszik úgy, mint egy átlagos embernek, látjátok? Tehát hogy így nagyon mélyen ülő, és azt mondták, hogy egyrészt mélyen ülő, és valamilyen szinten zsíros, tehát hogy olyasmi az én vénem, hogy valami 100 kilónak kéne lennem, de egyébként egy genetikai örökség, mert apukának ugye ennyire rosszak a vénái, és egyébként csak egyetlen egy helyre tudok járni vérvételre, ahol elsőre eltalálják a kis ereimet, különben ott kell ülnöm órákon át és szétszúrkálnak, és akkor az a vége, hogy vagy a kézfejemből vesznek vért, vagy pedig a lábfejemből, ami nem túl kellemes, úgyhogy igazából én ezért féltem a műtéttől, nem is attól, hogy húha, mi fog utána történni, hanem ez a tűs részen estünk gyorsan keresztül, úgyhogy hát eléggé nagy félelmekkel érkeztem. Szóval ez a vizsgát egy pénteki napon történt, jött a hétvége, majd a szerdai nap, a műtét napja, anyukám elkísért, ketten voltam egy hölgyel egy szobában, és jött a doktor úr, hogy akkor ma van a napja, mire készüljek elő, hogy legyen, mint legyen, és mivel attól függően egy pici beavatkozás, attól függően úgymond komolyan kellett venni, kaptam egy ilyen műtéti ruhát, azt fel kellett vennem, előre ki kellett készítenem az összes kis dolgot, amire szükségem van éjszaka, mert valószínűleg akkor már nem leszek magamnál, ugye altatásban történik ez a műtét, előtte engem sosem altattak, egyszer voltam elbódítva előtte, de az valami fogászati célból szolgált, szóval nem is tudom, hogy milyen hatással lesz rám az altatás. Jött az anesteziológus orvos, beadatott, beszélgettünk, ott volt a nővérke, és akkor, ha jól emlékszem, igen, akkor lábon sétáltam be a műtőbe, majd ültem föl és feküdtem le az ágyba, és kérte a kezemet az anesteziológus orvos, berakta ezt a kanült, azt hiszem úgy hívják, és ahogy azt mondta, hogy gondoljak valami szépre, hallottam, hogy szól a rádió, és kb. 2 perccel később már nem is voltam magamnál, és ekkor elkezdődött a műtét. Ami egyébként úgy történik, hogy itt, az orrod alatt, itt vágják fel igazából a bőrödet, és most mindjárt ilyen bénán meg fogtak mutatni, hogy nekem semmi nem látszik, de tényleg azért nem látszik, mert tényleg a doktor elképesztően profi, és nem kaszabja össze az embernek a fejét, ha nincsen rajtam smink, vagy ha van is rajtam, senki meg nem talált egy vágás se. Szóval konkrétan, amikor találtak két elég csúnya anyajegyet nálam, hát azoknak olyan lett a vágása, hogy te jó ég, úgy nézek ki, aki tényleg megharapott egy cápa a hátán, úgyhogy ez tényleg egyetlen nem látszik. És hogyha valakinek egyébként meg van műtve az orra, azt onnan lehet tudni, hogy a például mosolyog, mint mondjuk így én, hogy így mosolyog, akkor általában itt egy baromi nagy csík keletkezik, tehát valahogyan ott történik valami, amitől lesz ott egy csík, de szerintem nekem nincsen egyébként itt valahol, kell egy nagy csíknak lenni, egy innentől ideigérő csíknak. És ezért igazából rá se jönnek az emberek, mert hogy hát semmiféle látható jele nincs. Na hát igen, most már nincsen semmiféle látható jele, de miután a műtét véget ért, hát utána voltam látható jele, nem is kevés, de jó ég, szerintem ezzel rémizgetni lehetne az embereket. Hát kezdjük azzal, hogy kapunk egy óriási nagy gipszet az orrunkra. Tehát kezdjük azzal, hogy van egy ekkora gipsz az orrunkon. Aztán azt leragasztják egy ilyen X-be, hogy semmiféleképpen nem mozduljon el, majd miután nyilván ugye az orrsövegyeket is megpiszkálták, illetve belül is ugye dolgoztak, ezért egy bizonyos mennyiségű váladék még azért érkezhet az ember orrából, tehát letapasztják egy ilyen
egy ilyen gézlap mennyiséggel az embernek az orjukát, tehát így nézünk ki a műtét után, ami elképesztően tényleg horrorfilmbe illő, és mivel nekem a ferdeségen is kellett javítani, ezért valamit itt megügyködtek az egyik arccsontomon is, ezért az egyik szem elképesztő módon bevérzett, tehát hogy az tényleg horrorisztikus volt. Egyébként olyan fájdalmam nem volt, hogy fáj az orrom, fáj az arccsontom, hanem az a tudat, hogy az orromon nem kapok semmilyen szinten levegőt, mert hogy ilyenkor tamponálják az orrot, és innentől idáig, az ember agyáig fel van tolva egy óriási nagy tampon, ami elképesztően rossz érzés, mert tényleg nem tudtok levegőt venni az orrotokon, és meg kell tanulni azt, hogy csak a szádkon tudtok levegőt venni, és elmészem, hogy éjszaka egy csomószor arra keltem, hogy mert nem kapok levegőt, és éreztem azt, hogy úristen, elfelejtettem gondolom a számat kinyitni alvás közben, és így, de nyilván az ember nem teljesen satú, szóval rá fogtok arra jönni, hogy tényleg muszáj az embernek a száján levegőt venni. A másik pedig, hogy fekve alvás, ezt felejtsetek el egy hétig. Tehát, hogy ilyen először nagyon ülő pózba lehet csak aludni az ágyba, és akkor egy picivel később, egy 3-4 nappal később már lehet egyébként mondjuk ilyen, nem így ülve, hanem mondjuk így ülve aludni. Na de a másik probléma az az, hogy oké, aludtunk egy nem túl jót, az altatásmért egyébként lett az embernek hány ingere, nekem valami kaparta a nyelőcsövemet, valószínűleg az oxigén, ami be volt oda vezetve, vagy nem tudom, de hogy olyan rossz érzése volt a torkomnak, és másnap, amit senki nem mondott el nekem, utána az történt, amit tehát életem legrosszabb élménye, hogy én tudtam azt, hogy, vagy hát rájöttem, hogy van egy tampon az orromba, és hogy ott az valahogyan ki kell szedni. De én azt gondoltam csak, hogy tényleg csak itt van benne, hogy felszívja a váladékot, és cső. Hát nem. Reggel teljesen váratlan szerűen jött a nővérke, hogy akkor menjek be a rendelőbe, és akkor rám néz. Hát úgy rám nézett, hogy egy csipesszel fogta, és kirántott ezt a tampont, ami az agyamig volt feltolva. Hát ilyen fájdalmat én nem tudok nektek elmondani, mennyire fájt. Te jó ég, még belegondolni is szörnyű. És ezt nekem senki nem mondta, hogy van ilyen lépés, tehát erről nem tudtam, hogy ez hozzájár, és ezt nem lehet elkerülni, tehát hogy bárkihez mentek és bárhol mentek, ez lesz, tehát ez sajnos, ez túl kell élni valahogy. És miután ezt a két tampont kivették, úgy jött a fekete leves, mert hát rájöttem, hogy még mindig van valami az orromban. És akkor kérdeztem a doktor úrtól, miután már megérkezett, hogy na akkor doktor úr is, mi ez még, amit ez a kék dolog, ami benne van az orromban. És mivel az orrsövényem elképesztő módon volt elferdülve, ezért másik kettő ilyen szilikon sínt tettek bele az orr üregekbe, hogy semmiféleképpen nem mozduljon el, amikor egy hétig ugye regenerálódik az orr. Tehát nekem a következő egy hétben szintén be volt tamponálva az orrom, ami azt jelentette, hogy én tényleg egy hétig semmilyen szinten nem kaptam az orromon levegőt. Ha valaki ilyet nem kap egyébként, akkor körülbelül egy olyan 3-4 nap után már azért csak-csak tud levegőt kapni, úgyhogy ez nem annyira tragikus, de mivel az enyémben szintén még ez is volt, ezért én egy hétig csak száján át tudtam levegőt venni. Én csak így alhattam, én nem alhattam így egyáltalán. Nagyon kellett arra figyelni, hogy ne döntsem el az arcomat, és mondjuk nagyon elkezdjen nyomni valami, mert egyébként az fájt. Tehát az a mozdulat fájt tényleg, hogyha valami megnyomta az orrom, tehát nyomásra fájt, egyébként az a része nem fájt. Egy bizonyos idő elteltével már levehettem ezt a gézlapokat is ide az orrom alól, mert nyilván egy idő után már nem szivárgott semmi sem az orromból, úgyhogy már egy fokkal azért jobban néztem ki. Gyerekként ti is biztosan sokszor elestetek, és akkor kék-zöld-lila foltos volt, vagy az embernek a könyöke, vagy a térde, vagy bármilyen. Na hát az arcunkon ugyanez a fázis megy végig, most pont közben nézegetem, hogy mik történtek itt. Hát igen, van ez a fázis, amikor elképesztő módon lila volt a szemem, és be volt vérezve, az nem volt túl szép látvány. Igen, utána már levették a maszk, nem a maszkot, a gézlapokat, itt már egy fokkal már nem volt annyira vészes a helyzet. Viszont, amikor eltelt egy 3-4 nap, akkor a kék és a lila kombinációja átfordult zöldbe, tehát itt konzolán zöld a fejem. Tehát ez egy tragikus, tényleg zöld a fejem, és elképesztő módon be volt vérezve a szemem, szóval ha az emberek nem ferde az orra, akkor ilyen szembevérzés általában nem szokott ezzel járni, de nem kell tőle megijedni, egy pár hét alatt egyébként felszívódik, csak elsőre ennyire ijesztő. És akkor utána eltelik egy hét, szóval szerdához képest egy héttel később mentem vissza levenni a kötést, a gipszet és ellenőrizni, hogy mi újság van. És ekkor jött megint egy fekete leves, mert hogy ezeket a tamponokat, vagy ezeket a sineket, amik az orromban voltak, ki kellett venni.
Na hát egy ilyen székre leültettek, és mint kiderült, hogy innen valahogy a kettő össze volt kötve, vagy nem is tudom pontosan, szóval fölül ki kellett vágni egy ilyen kis cérnával ezt a két bent lévő szilikon dolgot. Na hát ezt annyira jól bírtam, hogy konkrétan elájultam, és csak annyit hallottam, hogy na most akkor gyorsan vegyük ki be a párti, és elájultam, mondom, hú, de jó! És akkor kivették ezt a két tampont, és utána jött az, hogy leveszik a gipszet. Ugye ezt a két X-et leveszik az embernek a fejéről, és legyen a gipsz. Ekkor én még ugye nem láttam semmit. Anyukám volt egyébként velem szembe, és őt néztem fél szemmel, hogy mit mond, vagy mit lát, és kaptam egy tükröt a kezembe, és amikor megláttam az orromat, akkor ilyen elképesztően jó érzést járt át a kis szívemet, mert nem láttam semmi különbséget. Azt láttam, hogy újra egyenes lett, újra a helyére került, de nem láttam azt, hogy hú, vagy óriási nagy dolog történt vele, és én lettem újra Éva Longoria, szóval ilyen nem történt, és pont anyu arcán ilyen furcsa, nem is tudom mit láttam, és kérdeztem, hogy mi van? Hát Cici, ez nem is látszik, mondom, ez az, ezt akartam, úgyhogy tökéletes. És ekkor még nagyon-nagyon meg van duzzadva, szóval ilyenkor még sokkal olyan markánsabb, mint amilyen később lesz, meg ugye a gipsz miatt kicsit így föl is van tolva, szóval az én orrom az kb. Így nézett ki, amikor levettem a gipszet, mert annyira még így föl volt így tolódva a gipsztől, és akkor az a hónapok során egy picit lejjebb esik, összébb megy, úgyhogy az első pár képen, amit készítettünk a világversenyre, ami azt mondom az ilyen official fotó akármin volt, azon sokkal markánsabb az orrom, mint például most. Úgyhogy kb. Egy ilyen 2-3 hónap alatt éri el azt az alakot, amit tényleg ugyanis lesz kb. Mindörökké. Úgyhogy körülbelül ez történt, de amikor a gipszet levették, pont most a képen látom, hogy még azért eléggé csúnya volt az arcom olyan szempontból, hogy itt az két szem alatt még eléggé volt két elég csúnya monoklim, illetve itt a szemem teteje, itt ez a vonal volt eléggé bevérezve, nem is értem, hogy ez az miért nézett ki, na mindegy. Szóval utána még volt egy pici rehabilitációs időszak, egy másik egy hét volt, mire ténylegesen már el tudtam tüntetni az összes nyomot, hogy így fogalmazzak. De sőt, utána még aztán vissza kellett mennem, tehát egy hónappal később igazából csak így ránézni, hogy minden rendben van-e, de akkor már újra kaptam levegőt, annyira jó érzés volt, és amit nem mondtam el nektek, képzeltek egy, mert levették a gipszet, meg kivették ezeket a tamponokat, azt éreztem, hogy szelel az orrom, hogy így akkora mennyiség oxigén jut az agyamhoz, hogy annyira megfájult a fejem, hogy nem értettem, hogy miért. És erre mondta azt a doktor úr, hogy na Sydney, most már ön is kap levegőt. És így akkor jöttem rá arra, hogy wow, hogy ez igenis tudott volna lenni. Szóval nem tudtam, hogy milyen lehet ilyen jól levegőt venni, mert én azt szoktam meg, hogy pici levegőket kapok, és nem ekkora mennyiségű oxigén. Szóval elképesztően jó érzés volt, hogy azt, ami történt. Úgyhogy, mert azért is érdemes elmenni, mert rengeteg ember küzd egyébként orrsavényfertőzéssel, és nem is tudja az ember, hogy ez micsoda. Úgyhogy már ezt is érdemes egyébként megcsináltatni. Ha meg már az ember úgyis ott van, és mondjuk valami zavarja, vagy nincsen vele megelégedve, akkor igazából kettő legyetőt egy csapás, ami szerintem fantasztikus. Úgyhogy hát körülbelül ez volt az én történetem, amin keresztül végigmentem az egy hét. Hát nyilván nem mentem sehova, otthon voltam, rengeteget olvastam, filmet néztem, pihentem, mert egyébként egy picit azért úgy levert is voltam, nyilván az alzatás, mint az első két nap a műtét után azért eléggé olyan megterhelő. Enni úgy annyira nem is volt kedvem, mert nem esett jól a nyelés, gondolom az, úgyhogy egy ilyen diétás pihenésnek mondanám az következő egy hetet. De most már ugye eltelt több mint 5 év, és még mindig ugyanolyan, mint volt, szóval semmi nem változott. Azt mondta a doktor, hogy azt tudja mondani, hogy ha mondjuk ilyen 40-50 éves leszek, akkor még érdemes talán egyszer újra nekiugrani, mert akkor ugye a csontok megint elkezdenek úgymond így erősödni, meg porcosodni, és lehet, hogy akkor újra elmászhat a helyéről, de mondta, hogy addig igazából nem kell semmit sem csinálni, és amit tudnotok kell, hogy egy orr egy ember életébe kétszer műthető tényleg precízen és tökéletesen. A harmadik és a negyedik alkalom az egyre rosszabb, egyre nehezebben fog egyébként helyreállni, egyre nehezebb a gyógyulása, egyre több idő egyébként a gyógyulása, és egyre láthatóbbá válik az, hogy mi történik az emberi orral, maguk ezek az orr, tehát amivel szaglunk, az is ugye egyre kevésbé lesz éles, vagy hogy mondjam nektek, szóval nem lesz annyira erős az érzékszervünk, miután 3-4-szer műtve volt, úgyhogy ha valaki azon gondolkozik, hogy szeretne valaha egyszer életébe elmenni egy orrműtétre, mert mondjuk valamivel nem elégedett, akkor tényleg inkább azt mondom, hogy
készüljön föl rá lelkileg, testileg, mindenhogyan, gyűjtsön össze annyi pénzt, hogy tényleg egy jó orvoshoz tudjon elmenni, mert most már egyébként egészen jó áron lehet hozzájutni, de tényleg menjetek profi szakemberhez, mert hogyha tényleg valaki egyszer megcsinálja nektek és jó lesz, akkor talán még 40 vagy 50 évesen kellene újra nekiállni, és ha meg valaki elrontja, azt visszacsinálni, vagy helyrehozni sokkal-sokkal nehezebb. Tehát ezek lettek volna a fázisok, vagy lépések. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez a fránya tampon kihúzás nem lenne, akkor még azért sokkal elviselhetőbb lenne. Így is fáj, azt el kell mondom, hogy így is fáj, tehát ez nem egy kellemes dolog, de tényleg az a legrosszabb része, azt gondolom. De ha újra kéne csinálnom, vagy akkor ezt nem tettem volna meg, akkor a mai napig nagyon szeretném megcsinálni, úgyhogy nem csinálnám vissza, és nagyon boldog vagyok, hogy akkor abban a pillanatban ezt eldöntöttem, mert tényleg sokkal jobban érzem azóta magam a bőrömben. Nem voltak sosem ilyen önbizalom hiánnyal kapcsolatos problémáim, de ezt abba a kategóriába sorolom, mert tényleg sokkal magabiztosabb lettem azóta, amióta ez így megtörtént. Úgyhogy ha nektek is van bármi olyan, lehet ez tényleg egy tetoválás, vagy bármi, amit szeretnétek, vagy akár egy orrműtét, tényleg beszéltünk bármiről is, mert több éve szeretnétek, akkor, és nektek attól jobb lesz, akkor nincs olyan, hogy tabu, meg nem lehet, meg ciki, vagy mi lesz később, ha tényleg ti ezt szeretnétek, én sem bántam meg egyáltalán, és lehet, hogy egyszer lesz tetoválásom, és még mindig azt mondtam, hogy nem lesz, de van egyetlen egy olyan tetkó, amit nagyon régóta szeretnék, és pont valamelyik követőm küldött nekem egy Pinterestes kép tetoválásról, és azt írta, hogy ezt nagyon el tudnám rajtad képzelni. És ez pont az a tetoválás, amit egyszer kinéztem több évvel ezelőtt, és így annyira beletrafált, hogy még nem mertem válaszolni neki, hogy te egy boszorkány vagy, de úristen, ez pont az a tetkó, úgyhogy ha ti is tudjátok tippelni, hogy mi lehet ez, akkor küldjétek el, mert úgy lehet, hogy ti elképesztő jól megismertetek engem. Úgyhogy lehet, hogy még lesz egyszer egy olyan videó is, hogy Sydney tetováltat, de hát majd ez még kiderül. Mindenesetre nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Tényleg egyszerűen annyira hálás vagyok, hogy ezt nem tudom elmondani, de tényleg, hogy így elvök ájúva teljesen, hogy mennyire szuper közösségem van, hogy mennyire pozitívak vagytok, jól álltok az emberekhez, másokhoz, hozzám, kedvesek vagytok, segítőkészek, hogy egyszerűen tényleg elképesztő módon hálás vagyok, úgyhogy találkozunk a következő videóban, nem a tetkós videó fog következni, az még biztos, de hamarosan újra jelentkezem. Sok puszi, sziasztok!